Zöldséget, gyümölcsöt, tojást és hüvelyest is árul az egyik termelő, Szexádon a Veselényi utca és az Arany János utca kereszteződésében található gyalogátkelőhely előtt. Ez az utcai árusítóhely is szerepel azon a térképen, amit a szexádi önkormányzat készített a helyiek tájékoztatása érdekében. Ezen a térképen nem csak azt tüntették fel, hogy a város mely pontjain árulnak helyi termelők, hanem azt is, hogy milyen terméket kínálnak eladásra. A szexárdi piacot ugyanis be kellett zárni a koronavírus járvány veszélye miatt. A városvezető azt mondta, nem volt könnyű meghozni ezt a döntést, hiszen a szerdán pénteken és szombaton nyitva levő piac közösségi helyként is funkcionált eddig, ami hiányozni fog a helyieknek. Ebben a helyzetben azonban az egészség védelme mindennél fontosabb, emelte ki átsező. Nem el kellett hozni ezt a döntést, annak érdekében, hogy aztán később újra nyithassuk majd a piacot, és legyen is mi, aki kimegy rá. Ársezső azt mondja, eddig 18 közterületi helyszínre adta ki engedélyt árusítás céljából. A napokban további 21 opcionális árusítópontot jelölnek ki a város különböző pontjain. Ezt úgy tesszük meg, vagy tennénk meg, hogy időben is széthúzzuk, tehát nem csak ezen a három napon lennének nyitva, hanem akár minden nap, és azt előtheti, hogy délelőtt vagy egész nap lenne nyitva tulajdonképpen, tehát időben is megteremtenénk annak a lehetőséget, hogy ne adják át egymásnak a lehetséges a város a helyiek tájékoztatása érdekében térképet készített az árusító helyekről, amit az ígéretek szerint folyamatosan frissítenek majd.